Feje tetejére állt Budapest egy napja, fanatikus rajongók egész csoportjai száguldoznak egyik utcából a másikba, A pontból B pontba, hogy csak egy pillanatra is elcsípjék a mindössze 25 éves tini bálványt. Robert Pattinsonra azonban úgy vigyáznak, mint a Dalai Lámára és a brit hercegi párra együttvéve, igaz, ők kevésbé sármosak. Riporterünknek mindezek ellenére sikerült a világsztár közelébe férkőznie. Persze ehhez előbb végig kellett néznie, hogy néhány óra alatt hogyan alakul át az Andrássy út egy 200 évvel ezelőtti párizsi földúttá. Kitört a Robert Pattinson láz Budapesten. Az Alkonyat című film sztárját sikongó lányok százai várták az Andrássy úton. A tinik bálványa legújabb filmjét forgatja több világsztár társaságában a magyar fővárosban. A Fókusz paparazzi kommandója végigkövette és megleste a 23 éves színész első napját Magyarországon. Rávárok, hogy kijöjjön, vagy nem tudom, legalább, hogy lássuk. Pasiként is nagyon bajom. A kosztümbe szerintem nagyon helyen. A svéd srófóru sárkány. A színész első nagy szerepét a Harry Potter és a Tűz serlege című filmben alakította. Ő volt Cedric Diggory, Harry versenytársa a Trimágus tusában. Az igazi világhírnév viszont az Alkonyat című filmmel érkezett. Világszerte lányok ezrei sikítanak két éve minden egyes bemutatón. A romantikus vámpír trilógia harmadik részének előzetesét két héttel ezelőtt a Fókuszban láthatták először. Egy hete járjuk a világot, és minden városban ez van. Tízszer nagyobb a tömeg, mint az előző résznél. A müncheni olimpiai stadionban például 20 000-en vártak bennünket. Hihetetlen és nagyon jól esik. Vasárnap reggel 5:30 lószállító autók érkeznek az Oktogonhoz. Az Andrássy út teljesen átalakult. A Bellamy című film ugyanis az 1890-es évek Párizsában játszódik. A budapesti utcát úgy kellett átváltoztatni, mintha földes út vezetne az épületek között, ezért homokkal borították be az aszfaltot. Utca és reklámtáblák, valamint kirakatok jelzik, hogyan nézhetett ki a francia főváros több mint 100 évvel ezelőtt. Nem véletlen, hogy a jeleneteket itt és nem Párizsban forgatták. Információink szerint az Andrássy út egynapos lezárása mindössze 2,5 millió forintjába került a produkciónak, amihez sok egyéb költség is társult, de még így is nagyságrendileg olcsóban úszták meg a forgatást, mintha a francia főváros utcáin forgattak volna. Eközben az egyik budapesti luxusszálloda hátsó bejáratán megjelenik kiskutyájával Christine Scott Thomas. Sétálni indul törpe ebével, majd autóba ül és elindul a forgatásra. A színésznő játszotta az egyik főszerepet az Angol beteg című filmben. Nem tudok kimászni. Délután 3, már több tucat rajongó gyűlt össze Pattinson lakóbuszánál az Andrássy úton. Nyílik az ajtó, a sztár azonban azonnal beugrik az autóba. Átvágtatnak a homokon a következő helyszínre, sikongó lányok futnak az autó után. Az operaháznál már legalább 100 fősre duzzad a tömeg. A Fókusznak sikerült megörökítenie, amikor a színészt a lakókocsia mellett sminkelik és a haját igazítják. Még néhány perc és kezdődik a forgatás. A jelenetben Robert éppen újságot olvas egy bódénál. A Robert Pattinson őrület ma délelőtt is folytatódott a Szabadság téren. A színész ma ismét bezárkózott lakókocsiába, a várakozó rajongók azonban kitartóak voltak. Nem akar autogramot adni, nem akar beszélni. Most is eltakarják éppen az öltözőjét, az öltözőkocsit, hogy ne lássunk oda. Én még nem láttam, majd ma remélhetőleg. Valószínűleg annyira sok hatás alatt elnék, hogy nem tudnék tőle semmit se kérdezni. Hát nekem a barátnőm a rajongó, és én tudok angolul, és van fényképezőgépem. Az, hogy itt van, persze érdekel minket is, de nem fogunk sikongatni, meg letépni róla a ruhát. A film másik két világsztár szereplője, Uma Thurman és Christina Ricci még nem érkezett meg Budapestre. Információink szerint a forgatás még 2 hétig tart a fővárosban, így bármikor összefuthat akárki az utcán is egy-egy hollywoodi világsztárral.